Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát, és mit fog tenni? A gondolatait, a terveit, vagy azt, hogy jelenleg mi foglalkoztatja őt, középen látjuk, mégpedig itt felül és alul. Ha te egy hölgy vagy, akkor gondol rád, de azt gondolja, hogy jelenleg hisztizel, ordibálsz, ok nélkül. Ő nem fog felelni erre, hanem visszahúzódik. Érezteti veled azt, hogy engem ez most nem érdekel. Kiabálj, ahogy akarsz, én most visszahúzódó leszek. És hogyan érzi magát? Az itt bal oldalon látható. Itt a csészéknél a víz eleméről van szó. És a víz eleménél érzelmekről. Nálad is megvannak az érzelmek, nála is. Te felé tekintesz, ő benne van ebben a csészében, de azért figyelget téged. Annak ellenére, hogy itt hisztizel, ő meg megsértődik. Annak ellenére, hogy így van, mégis odafigyeltek egymásra, és megvannak az érzelmek részedről is, meg részéről is, sőt, ő úgy figyelget téged. Mi a terve? Egy találkozás, ami érdekes, hogy itt már nevetsz. Ő meg olyan furcsán néz téged, az előbb még ordítottál velem, hisztisztél, most meg így nevetsz, minthogyha nem történt volna semmi. És mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Vannak nála ötletek és tervek, de még nem tudja, hogyan közölje ezt veled. Sőt, úgy érzi, hogy te makacs vagy, és valamit fogva akarsz még tartani. És érzi azt, hogy tulajdonképpen neki kell most cselekedni, és kezébe veszi ezt a botot, kimutatja a tűz elemét, a bátorságát, a lelkesedést, közeledni fog, cselekedni fog. Ó, most éppen elkészült a videóm, elfelejtettem a hangot levenni, de azonnal itt vagyok. Közben megszakítottam a videót, de újra itt vagyok, és megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt lesz egy szerencsés fordulat, hiszen a csillagok szerencsét hoznak. Megnyugszik minden körülöttetek. Ő visszahúzódó, mert te itt ordibálsz, de ő nem válaszol erre, inkább visszahúzódik. De töpreng azon, hogy tulajdonképpen kimondhatná ő is a véleményét, de akkor ez vitákhoz, veszekedésekhez vezet, és ő ezt szeretné elkerülni. Ha te egy hölgy vagy, itt megvannak az érzelmek, és ő tudja ezt. Lesz egy új kezdet. És ez a férfi útban van hozzád. Ha te egy hölgy vagy, itt megjelensz az ő érzelmi világában. Ő szeret téged. Az egerek segítenek mindazt eltávolítani, ami eddig félreértésekhez vezetett. Hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott.
Az egerek szimbolikusan azt is jelenthetik, hogy eltávolítanak téged, és ettől fél. Ezért ő feladja a harcot, közeledik hozzád, keresi veled a kapcsolatot, kimutatja az érzelmeit, ez boldoggá tesz téged, és így megnyugszik a helyzet. Fél attól, hogy elveszít téged. Itt megjelentek a nyilvánosságon, vagy lesz egy meghívás, egy találkozás. Itt kisüt a nap, tisztázódnak a dolgok, láthatóvá tesz téged, ami azt jelenti, hogy ő közeledik hozzád, mert látni akar téged. Itt a kereszt jelenti a hitet, a bizalmat, azt is, hogy a sors utatok kereszteződik, tehát lesz egy találkozás. A kereszt jelentheti a döntéseket is, amikor elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba. Az ő jelenlegi helyzete. Itt a hajó jelenti a reményt, hogy minden jóra fordul. A hajó jelenthet egy utazást is, vagy egy közös utazás tervezését, vagy ha ő távol él, akkor szeretne meglátogatni téged. És a te jelenlegi helyzeted? Itt a 4 levelű lóhere szerencsét hoz, hiszen most lesz egy szerencsés fordulat. Ez volt az aktuális szerelmi jóslás, egy általános kivetés. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. És ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy ha jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.